Hát hello, én még mindig Elekrobi vagyok. Steve Jobs outfitot fölvette. Jeffrey Dahmerről lesz szó, akiről így őszintén szólva, én nem sok mindent tudok. Van most róla egy brutálisan népszerű Netflixes sorozat, Konkrétan a csapból is az folyik, de én sajnálatos módon még nem láttam, mivel nem volt rá időm, de találtam interjúkat róla annó, amikor még élt, és most bizony ezeket fogjuk megtekinteni. Szerintem nagyon, de nagyon sokkolóak lesznek ugyanis beleláthatunk majd egy sorozatgyilkosnak az elméjébe, illetve... És biztos vagy abban, hogy egy 12 éves nézőidnek szüksége van arra, hogy belelássanak egy sorozatgyilkosnak az elméjébe? Láthatjuk a mimikáit, meg minden, meg bennem, mindig olyan fura érzés van, amikor látok egy szemét, és igazából tudom róla, hogy ő bizony embereket ölt meg. Ez tényleg egy tök jó téma amúgy gyerek, gyerekeknek tényleg, nézzük meg a kommenteket. Már vártam az új horror vidit, ment a zöld pacsi. Gyerekek, az összes nagyon jó videó, nagyon tetszett ez a vidi is. Jó lett. Megy a zöld pacsi, megy a zöld pacsi, ez para volt. Ezek mind gyerekek, geci. Sziasztok, srácok! Én Alekrói vagyok! Ma el fogom nektek mesélni azt, hogy a Jeffrey Dahmer hogyan belezte ki az embereket és ette meg őket. Ez egy tök humoros kis téma, ezt hoztam most nektek. Vajon hány embert ölt meg srácok? Ti, ti írjátok meg a kommentbe mit csinálnátok, hogyha Jeffrey Dahmer megölné a szüleiteket. Na akkor mit csinálnátok? Nyomjatok egy zöld pacsit, hogyha tetszett ez a videó. Már előre! felkavaró lesz ez az egész, én biztos vagyok benne, szóval mindenki készüljön fel, és akkor bizony, kezdjünk is. tiktok a nézi őket! Ah! Megkérdezik tőle, hogy miért ölted meg őket. Na. Na vajon miért? Nem azért, mert haragudtam rájuk, vagy mert utáltam őket, hanem mert közel akartam őket tartani magamhoz. Mi beteg ez? És számomra, mivel most hallok ilyenről először. Emberünk 20-valahány éves, és most hall először olyanról, hogy valaki ölt embert. Nem akkor lesznek hozzá közel az áldozatai. <gül> 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 Hogyha élnek, meg vele vannak, meg akkor a szeretteit ölhette meg, vagy mi? Elkezdtem bizonyos testrészeket megtartani. <laughs> Éreztem, hogy beteg lesz. Éreztem, hogy beteg lesz, bazd meg! Egy sorozatgyilkos! Mert milyen legyen, geci? Mennyire hideg Be. vérrel mondja ezt az egészet? Be. Látszik rajta, hogy valami nem stimmel. És ettől a felvételtől, hogyha nem is beszélne meg semmi, nem lenne alatt a hang, Kirázna akkor is a hideg, ugyanis van egy ilyen rossz érzet az embernek tőle. Hát nekem is van egy k***a rossz érzetem, amikor a te videóidat nézem a Robi. Például, Koponyákat, illetve csontvázakat tartott meg. Mi? És végül a kannibalizmus felé fordul. Megette az áldozatait, és ezért értette azt, hogy így sokkal-de sokkal közelebb érzi magát az áldozataihoz, mivel megeszi mondjuk a szívét, és akkor már olyan. Mint hogyha teljesen egyé válna vele, vagy mi? Tök jó, hogy így magyarázzam, hogy a kisgyerekeknek. Ennek az embernek a rajongói tábora, megmerem merem azt kezdve, hogy a 90%-a 14 év alatt van. Annyira beteg ez! Na de jön is az Becsánat interjúnak szépen, a második része, Ekkor vette kezdetét a kannibalizmus. A szív Én és áll, a karizom szó. el... Hát nem regisztrálsz, de kiállítja meg őket. Mert a szülők nem. A szülők azok csak berakják a gyereket a szobába, adnak neki egy telefont, 8 évesen, és a gyerek már nyolc évesen eljut arra a szintre, hogy nézi ezeket a szarokat, tíz évesen meg már pornó függő lesz, és soha az életben nem lesz neki egy normális élete. Mert rágáltak a szüleik. Ezt azért tettem, mert úgy éreztem, that they were a part of me. hogy ezáltal a részem mi válnak. Hát én is valami hasonlóra gondoltam akkor. Annyira durva ez az egész, hogy most komolyan egy gyilkos láthatunk. Először csak kíváncsiságból csináltam, de aztán már nem tudtam visszafogni magam. A legjobb az egészben, hogy még a egér is ott van, turkál Jeffrey Dahmer orrába. Hogy egy zombiszerű állapotot idézek elő náluk. Ő egy nagyon, de nagyon intelligens ember lehet amúgy. Hát akkor van egy dolog, amiben nem hasonlíthatok ezek szerint. Hogy megtervezte ezt az egészet. Nem magát a videós kell lebaszni a tartalom miatt, hanem kajak a szülőket, vagy egy gyerekek a gyereket. Ez a palicsuk annyiba hibás, hogy k**** játsz a hülyét. Szerintem nem játsza a hülyét, szerintem ő actually retardált. És nem értem azt, hogy ez kinek. Ez tényleg csak a gyerekeknek szórakoztató, és egész végén sorozatgyilkosról olyan hangnemben beszél, mint hogyha a Mick játszóházában nézném bat meg, és és Undoradom tőle, miért csinál ilyet valaki? Bohótot csinál magából, pár forintért. Becsület sincs benne annyira, hogy legalább akkor tényleg gyerek témákkal foglalkozzon. Mi a faszom, miért nem robloxozik akkor? Ez, ez az utolsó téma, amiről videót kéne csinálni, szerintem. Ez betegebb, mint gondoltam! Konkrétan a Pali ember kísérleteket csinált az áldozataim. Aha, és itt is van a leírásunk, szóval nem sokkal ezek a felvételek után halt All meg a börtönben. Igen, így történt. Én az elekről is tudnék hogy ember emberkísérleteket végezni. Kivenném az agyát, és beleraknám egy mókusnak az agyátok a és lehet, hogy sokkal jobb videókat csinálna utána. Szórakozó helyekre jártam, striptiz műsorokat néztem, hát de akkor ezek szerint nem a szeretteit ölte meg, hanem random embereket. De miért? Tényleg? Emberünk semmi researchet nem végzett, csak gondolta, hogy ez a téma most felkapott, megnézek belőle pár TikTok videót, és akkor ennyi. Hogy nem jött vele szembe? Annyira felkapott lett most a Netflix miatt. Random emberekhez közel lenni. És miért akarta, hogy a részévé váljanak? Ezt nem bírom én felfogni egyszerűen. Valószínűleg azért, mert nem vagy sorozatgyilkos, meg nem vagy, nem vagy egy pszichopata. De esélytelen ezt megérteni, hogy ők mégis parts. miért gondolkoznak mics, így. Mics, mics, micsi micsi? Micsi. Konkrétan prostikat ölt a Pali? Majd visszamentünk a lakásomba... Ez tök király mondja. ez is egy nagyon jó téma amúgy. A prostik, a striptease, a prostik, a gyilkosság, ezek mind olyan témák, amiket így 12 éves nézőknek így mondanék. Az altató keverék már előre be volt készítve. Nagyon de nagyon a rákészült a akkor -e ezekre. Az áldozat ezt megitta, elaludt tőle, And, uh, és Best aztán be megfojtotta be. őket. Ja, persze, hát Robi szerintem nem nincs róla, ő nem, nem tud Brr. semmit el az egészről. Ő kajak azt hisz, hogy egy hogy itt prostikról volt szó. 9. osztályban biológia órán a magzati sertések érfalainak teljes kiszakadása, megfigyelése volt a feladat. Hazavittem a maradványokat, és megtartottam a csontokat. Aha. Szóval ilyenkor találkozott először csontokkal. addig soha nem evett combot, A kutyának se oda még semmi már. Akkor találkozott először csontokkal. Elkezdtem halott kutyákat és macskákat boncolgatni. Hogy lenne ez egy normális hobbi? Ne csináld már! Az egy tök normális hobbi szerintem a múnyal, és sokan többnek ki állatokat. Mondjuk azt, hogyha valaki a kutyáját kitömeti valakivel, és utána így ott hagyja a szobában, és így figyel a kutyát, ami már meghalt, az még elég creepy. De egy alapvetően szerintem az, hogy valaki állatokat töm ki, az itt tök cool dolog. Én mondjuk biztos, hogy nem csinálnám. Képzeljétek el azt, hogy nincs ott az elekrobi arca, és ez a hang a Jeffrey Dahmernek a hangja. Látni akartam, érzett... milyenek voltak ezek az what állatok is. belülről. Nekem is ilyen videókat kéne csinálnom, hogy felolvasok dolgokat. Minek olvassa fel? Igen, pontosan azért, mert nem tudnak olvasni a nézői. Pontosan azért olvassa fel. De akkor wow. nem is bukott so le? So he, hanem ő ismerhette be? Mondom, nem tudok semmit! Hát ezt észrevettük, haver. Furcsa... Perverziója lehetett talán? Nekem így most ebből... <laughs> ez jött le. Hát ha vár, te vagy Sherlock Holmes, szerintem. Nagyon jól megfejtetted. Hogyha bejött nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt. Mindenféleképpen iratkozzatok fel oda is. Én Elek Robbie vagyok. Majd hamarosan találkozunk egy újabb videómban. Addig is, szevasztok! Mi ez az outro? Mi ez az outro? Annyira effort lesz az egész, és Úristen, Kajak csak felolvasta, csak felolvasta, felolvasta a videókat, egy rohadt véleményt nem mondott, semmit nem mondott, csak mondta magáit, a semmit, a semmit geci, a semmit, a semmit, és ezt megnézik gyerekek, és pénzt keres belőle, és ez gatja, az agyam kifolyt a helyéről, császtok. Szia Manin, ha elfogyott a csak szólj ádon, ételek százat, majd amit lesz, majd el szorjá, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis te vagy a legjobb az egész kerületbe. Szóval ilyenkor találkozott először csontokkal.